Szép Balázs, a 18 éves öttusázó nem csinál belőle titkot, olimpiai bajnok akar lenni, és már a tokiói játékokon részt akar venni. Márciusban megmutatta, milyen komolyan gondolja. Meglepő életkorban nyert bronzérmet a felnőttek között a Los Angeles-i világkupán. Azt sejtjük, hogy valószínűleg azért erre nem igazán volt még precedens a közelmúltban, biztos, hogy nem. Én azt gondolom, hogy talán Balogh Gábor, vagy az ő korából, vagy ha kicsit messzebb mennénk vissza, akkor biztos, hogy találunk egy-egy ilyen kirívóan fiatal versenyzőhöz köthető eredmény, de a közelmúltban nem volt még ilyen. Én annak fényében, hogy azért Balázzsal az elmúlt évben azt a célt tűztük ki magunknak, hogy megpróbáljuk begyűjteni a kvalifikációt a Tokió olimpiára, ez egy nagyon biztató előjele volt annak, hogy alapvetően fizikailag és mentálisan is, hogyha minden rendben van, akkor ő alkalmas arra, hogy egy felnőtt mezőnyben ilyen tisztességesen helytálljon. Persze nagyon sok feladatunk van még, nagyon sok dologban kell még őt csiszolni, és nagyon sok dologban kell érnie neki is, meg nekünk is összeérni még, és tapasztalni és rutin szerezni ezeken a komoly versenyeken, de egy nagyon biztató előjelnek fogtuk föl. 6 évesen elesett az első futóedzésén, majd ki kellett menteni a medencéből az első úszóedzések egyikén. Mikor izgult jobban? Akkor vagy Los Angelesben? Hú, hát az egy nagyon jó kérdés, mind a kettő nagyon izgultam, de ez olyan másfajta izgulás volt. Ugye az első alkalom, hogy izgatott voltam, hogy hú, mi is lesz. A világkupától meg kicsit azért féltem, hogy egy felnőtt mezőny. De amikor kimentünk Los Angelesbe, ugye az volt az első világkupám, és a selejtezőben annyira izgultam, hogy ezt elmondani nem lehet. Azt sem tudtam, hogy hol vagyok, mit csinálok, így nem tudom, így ilyen nagy feketességvel volt előttem, hogy olyan fogalmatlan voltam mindennel kapcsolatban, de aztán a döntőre szerencsére ez megváltozott. A selejtező az mindig nagyon rosszat ülök a selejtezőkbe, és nagyon kell kombiznom ahhoz, hogy bejussok a döntőbe, és a döntőben már úgy kicsit felszabadultabb vagyok, hát itt vagyok a döntőben, lazuljak el, és akkor ott már jobban szokott menni a vívás, és hát egy nagy kombival bejutottam a döntőbe. Engem is nagyon váratlanul ért, ugyanis annyira nem is készültünk erre a versenyre, úgy voltunk, hogy ez csak egy edzőverseny, de ugye a felnőtt mezőny nekem azért még jóval odébb van, hogy a felnőtt korosztály, én még bőven junior vagyok, még van 3 évem juniorban. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy csak kimegyünk, egy kis tapasztalatszerzés, aztán lesz, ami lesz. És mégis a selejtezőben rágörcsöltem, hogy hú, ami lesz. De a döntőre sikerült elengednem, hogy hát ez egy felnőtt mezőny, így csak felszabadultan, boldogan versenyezek, és ez meghozta azt, hogy harmadik lettem, amiért nagyon-nagyon örültem. Először még nem is nagyon tudtam felfogni, hogy ez mekkora dolog. Volt nem olyan rég a kecskeméti világkupa, alatt kicsit bennem volt, hogy hát igen, itt azért teljesítenem kell, ha már ilyen nagyra tettem a létet az első világkupámon. Szerintem ezért sem sikerült olyan jól ez a kecskeméti világkupa, de most már úgy megpróbáltam elfelejteni, hogy ez már elmúlt, mindegyik egy új verseny, és hogy ne tegyem magasra a lécet, csak csináljam valamit, tegyem a dolgomat, hogy edzek kőkeményen, és a verseny is tegyem oda magam. A jövő héten a barcelonai Junior Európa-bajnokság, júliusban a fehérvári felnőtt EB vár rá, aztán jöhet a juniorok világbajnoksága. Még lesz egy korosztályos Európa-bajnokságom, meg egy világbajnokságom, és hát mindkettőn szeretnék dobogón állni. A nagy cél, az olimpia persze mindig ott lebeg a szeme előtt. Az őt 6 éves kora óta ismerő Kovács Tamásnak ezért nincs vele nehéz dolga. Én azt látom, hogy Balázs a kor előre haladtával egyre inkább elköteleződik az öttusa felé. Nagyon fiatalon is megfogalmazta magának egészen kicsiként, hogy ő olimpiai bajnok akar lenni, és ez hülyen tartja magát azóta is. De nyilván, ahogy egy kicsi gyerekből először kamasz, aztán a kamaszból kisfelnőtt érik valaki, ott hajlamos az ember egy kicsit módosítani a céljain, de én azt érzem rajta, hogy ő makacsul kitart emellett a cél mellett, és minden meg is tesz érte. Mindent alárendel annak, hogy ő kiváló sportember legyen. Persze nem háttérbe szorítva azt, hogy azért nyilván a tanulás az nagyon fontos, hiszen az ember egyszer csak majd abba hagyja a sportot, és civillé válik. De most jelen pillanatban azt érzem, hogy ő ezt komolyan gondolja, komolyan akarja csinálni, és napról napra egyre komolyabban. Amit biztosan tudunk, hogy őt most várják a junior Európa-bajnokságon, onnan megyünk tovább a felnőtt Európa-bajnokságra, váltóversenyre, és utána a junior világbajnokság. Én azt gondolom, és én azt várom Balázstól, vagy azt várjuk magunktól, hogy ha ez a kritikus szám a vívás, ami az öttusában most egy nagyon jól fizető és nagyon fontos szám, jól sikerül neki, akkor biztos vagyok benne, hogy ott lesz az első hatban. A Honvédban nagy elődeiről, Martinek Jánosról, Balogh Gáborról, Marosi Ádámról is tisztelettel beszél. Példaképe viszont a cseh Dávid Svoboda, London olimpiai bajnoka. Jó pár versenyen láttam már versenyezni,
először az olimpián láttam, ami ugye Londonban volt, én csak a tévén keresztül néztem, és ott a víváson a kombi nagyon halálnyugodt volt, nagyon halálazán versenyzett, és ez nekem nagyon tetszett benne, hogy kapott testust, akkor nem idegeskedett, nem dobta el a sisakját, hanem ugyanolyan lazan maradt, ugyanúgy mosolygott, de hogy mégis koncentrált tudott maradni, mert nagyon sok versenyzőnek ez a baja, hogy kap egy túst és elveszti a fejét. És nála ezt nem látom, mintha Hawaiion feküdne a tengerparton, nekem ez nagyon megtetszett benne, hogy ilyen halálazan el tudja engedni a dolgokat, de mégis koncentrált marad, ott marad fejbe, és nem elengedi a dolgokat, hanem csak kicsit lazában veszi. És nekem ezért nagyon szimpatikus, és azóta is jó a példaképen.